Az ispán lakás belső szobájában sírt a gyerek. Eszti keringatta szorgalmasan, mégis sírt. Egészen aprócska volt még, alig két hónapos. Sándornak keresztelték, de apja Szándinak nevezte. Bácsi János, az ispán, a külső szobában ült az asztal mellett, csizmás lábait kényelmesen kinyújtotta, s nagy gonddal próbálgatta az új dohány vágógépet, mely izmos kezének nyomása alatt vékony, barna szeletkéket vágott a beléepréselt szűz dohányból. A dohányt ügyelte a fiatal ispám, de azért minden figyelme az előtte álló nagy bozontos emberre irányult, aki riadt ábrázattal forgatta kezében a kalapot. Az embert Szűcs Jánosnak hívták, és olyan volt az ispán lakás szobájában, mint egy nagy, fekete tanácstalanság. De ispán úr, kérem alázattal, hiszen az a föld sokkal többet megér. Bácsi János egykedvűen nézett föl a dohányból. Húsos száját elbigyeztette. Ide figyelj! A földet elárverezik, és akkor ennyit se kapsz érte. Vagy ide adod így, ahogy mondom, vagy aztán csinálj, amit akarsz. Ennyi pénzem van, ennyit tudok adni, többet nem. A nagy darab ember könyörgőre fogta a hangját, de ispán úr megadja később a többit, öt év múlva, úgyis odaadom. De ne kívánj, hogy éppen ingyen... Nézd! Emelte föl bács János a fejét kifizetem az adósságot, elintézem az ügyvédet, s még kapsz két tehénre való pénzt is. Jól gondold meg, ha árverésen megy el, semmi sem marad neked belőle, ezt előre megmondom. Csinálja, hogy akarsz, én ennyit adok, és kész. Szűcs János forgatta kezében a kalapot, megvakarta a fejét, topogott, aztán sóhajtott egy nagyot. És pán megbeszélem az asszonynal is, aztán eljövök a válaszszal holnap. Jó, mondta meg a vállát bácsi János. Amennyit mondtam, annyit adok, egy fillérrel se többet. Az ember köszönt, az ajtóhoz ment, kicsit tétovázott, aztán kilépett. Kint hűvös novemberi délután volt, szél futott a szürke ég alatt. Lába felkavarta a lombot, és megzörgette a kupacba gyűjtött török búzaszárat. Szűcs János felnézett az égre, aztán lenézett a földre, de egyformán szürke volt, és barátságtalan mind a kettő. Nagyot sóhajtott, és megindult a faru felé. Amíg a majorból levezető sáros út szélén lassan bandukolt, egyre azon törte a fejét, hová is menjen kölcsönt kellene kapni, persze. Akkor nem árvereznek. és akkor nem kell eladni a földet. Kölcsönt. De honnan? Kitől? Az ég hűvös volt, nem felelt. A sár szotyogott a repedezest kérgű alatt, a szél pedig dúdolt a kastély kert kerítésén. A fák fölött varjank keringtek a szélben, károktak és szárnyukkal nagyokat suhintottak a levegőbe. Meneg már szinte hószaga volt. Szűcs János nagyon nyomta a gond, sajnálta a földet, a nehezen együvé gyűjtött hat holdat, sajnálta az asszonyt, aki elveszti a házat, melyben tizenöt éve él, és sajnálta a négy gyermeket is, kik új otthonhoz kell majd szokjanak valahol, ki tudja hol, valamelyik urasági cselédlakásban csak éppen egyet nem sajnált. A bajnak az okát. Csak azt az egyet nem. Megtette. S ha erre gondolt, egyenesebb lett a dereka. Fekete képe felderült, mert megtette. Visszaállt magyarnak. Igen, ennek így kellett lenni. Már évek óta nem volt nyugodalma miatta. Éjszakánként eljött az apja az ágya mellé, s nem szólt semmit, csak nézett, de borzasztóan nézett. Mikor megtette, már akkor is érezte, hogy nem kellett volna. Marta valami belül, de hiába, két hold jó földet vehetett magáé mellé, s három, meg kettő, az öt. A kölcsönt ingyen adták, s a föld nagyon szép volt, és éppen eladó. De most már mindegy. Kihúzták a nevét a románok közül, de kihúzták a telepkönyvből is, abból a nagy könyvből, amit nem régen csináltak az urak szamosul várt, és amiben minden benne van, az is, hogy kinek mennyi az adósága. Igen, az adóság. Az ördögnek tartozik azzal a pénzzel, hey, ha vissza lehetne fizetni. De honnan? És szűcs János gondolatai megint csak visszatértek erre a pontra. Kihez fordulni, kitől kérni kölcsön, ilyen nagy összeget? Valami bankból talán, de hogyan, miféle módon? Meg kellene kérdezni valakit, egy urat, aki ért hozzá. Szűcs János leért a faluba. Az utcán gondolt egyet, és betért a jegyzőhöz. A jegyző még az irodám volt. Amióta Kuka Berci eljegyezte Piroskát, azzal több dolga volt az irodám. Részben azért, mert Berci legtöbbet a postán tekergett, dolgát nem vette komolyan, hiszen tavasszal egybekelnek, és elhelyeztetik magukat innen. A fő ispán, akit Piroska egy vakmerő percében megkért, hogy támogassa törekvésüket, megígérte, és így biztos, hogy tavaszra elkerülnek innen. Másik oka pedig az volt a jegyzőnek, hogy mióta Berci eljegyződött, a felesége olyan ideges, hogy nem lehet bírni vele otthon, házártó, zsörtölődő, azonnal sírni kezd, ha ellenkeznek vele. Franyek Zoltán úr szelid ember volt, és nem szerette az ilyen jeleneteket. Nikulicáni ugyan azt mondta, hát ha kis babát vár a jegyzőné, és attól ilyen, de nem, erről szó sincsen valami más baja lehet Gizikének. Pranyek Zoltán gondolta is, hogy mi, s ettől a gondolattól szótlan lett és haragos. Ilyen hangulatban volt éppen, mikor Szűcs János nagy óvakodva benyitott hozzá. – Na, mi kell? – recsent rá az íróasztal mögül. Szűcs János köszönt alázatosan, megforgatta kalapját a kezében. Instálom jegyző úr. Franyek Zoltán csak ekkor ismerte meg. Te vagy az? Á, ah, egyszer román, egyszer magyar. Most melyik vagy, román vagy magyar? Szűcs János elvörösödött a szégyentől. Magyar, mondta halkan, s legszívesebben elszaladott volna. Úgy, nézett rá gúnyosan a jegyző, magyar. Most így előnyösebb, mi? Én stálom, jegyző úr, dodogta a szegény Szűcs János. Na, ki vele, mi kell? Én stálom, jegyző úr, tanulcsot kérni jöttem, ha meg nem sértené. Na, halljuk! Egy kis pénzre lenne szükségem kölcsönre. Árverezik a házamat a földemet azért, hogy megtarthassam. Gondoltam, egy kis Kölcsönnel a jegyző felhúzta a szemöldökét, arca gúnyosan rám dúlt. Úgy, szóval ezért lettél magyar, mi? Ezért állottál vissza. Azt hiszed, most innen is kapsz valamit, mint a képviselő választáson. Kire szavaztál te akkor, Kovács Ferenc képviselő úrra? akkor erígy hozzá, barátom, vagy az oláókhoz, hát ha azok jobban megfizetnek. Mert mi nem fizetünk, érted? A magyar állam nem fizet az átérésért, mert a magyar államnak egészen mindegy, hogy egy semmire való ember, amilyen te vagy, magyarnak hazudja magát, vagy nem. Egészen mindegy, érted? Értette, szegény Szűcs János, jaj, hogy ne értette volna. Azt hitte, elsüllyed vele az iroda padlója, s el az egész világ. Szólni se tudott, csak állt, s a jegyző úgy kiabált már, hogy kihallatszott az utcára is. Aki arra jár, mindenki meghallja, lesütötte szegény a szemét. Egyebet se szólott, csak megfordult, sötét szégyenével, s kiment az irodából még köszönni is elfelejtett. Úgy állt meg az utcán, lesújtottan, megalázottan, mint a kivert tolvaj. Én Istenem! Nézett föl az égre. Engem aztán eligazítottál. Élhet még így ember, ezen a világon. Állt egy-két percig, s gondolkozott. Az a menjek. Adja el mindenét az ispánnak, és költözzön más vidékre. Vagy próbálkozzon még? Kinél? Sze szóval az urak előtt csak a szégyen eszi. Lassan megindult, botorkálva ment az úton, igaz, hogy sár volt, de a keserűség még jobban húzta a lábát. A kocsma előtt Szemére húzta, kalapját, s befordult az ivóba. Tessék, kérem, tessék! Ugrott elébe fürgén ázikura rács mögül. Hétköznap volt, s még nagyon korán üres volt a kocsma. Pálinkát kérek! Tessék, kérem, tessék! Erős, egy gyöngét, erőset! Ázikur fürgén töltött az egyetlen korsóból, amiből az erőset és a gyöngét is egyformán adni szokta, azzal a különbséggel, hogy aki erőset kért, annak egy-két krajcáról többet számított a kívánsága miatt. Szűcs János felhajtotta az italt, nem is ült le, csak állt, s nézett ki az üvegajtón, feje nehéz volt, mintha őszi sárral volna tele az is. Na még egyet, a zsidó töltöcs beszélgetni kezdett. Elvettették a búzát. Én nem, felelte az ember lassan. Azt sem tudom. Kinek? Ázikor nem csodálkozott ezen, megszokta, hogy az emberek, akik hozzájárnak, furcsákat mondanak, és tele vannak ismeretlen bajok. Nem sokat bánta a bajaikat, kíváncsi sem volt rájuk, csak éppen unalmában is az üzlet kedvéért beszéltette őket. Most is minden érdeklődés nélkül vetette oda a kérdés, Miért? Hát magának. Az ember lehajtotta a másik pohár pálinkát is, és legyintett. Bár én magamnak többet soha. Ebben a faluban ázik úr. Elköltözik ütötte föl a fejét a zsidó. El. És a föld, a ház? Elárverezik azt. No, adóságba. A kis köpcös zsidó kidüllesztette a hasát, aztán végig simított, csapzott vörös szakállán, ami nála a gondolkodás jele volt. Végül megigazította fején a széles karimájú fekete bársonykalapot, Két kezének bütykös hüvelykúját szokás szerint mellényébe akasztotta, és megfontoltan kérdezte. Nem próbált kölcsönt szerezni? Szűcs János szájából kibukott az igazság. Abban járok éppen. A zsidó kíváncsian nézett az ember sötét arcába. Nem kapott? Nem. Ázik úr két hüvelykujjával kifeszítette jól a mellényét, általában kissé meghintáztatta magát, aztán fontoskodva is nagyon lassan mondotta. Én még Az ember ábrázatán egyszerre kinyílott az öröm. Igazán, Ázik úr, jaj, a jóisten is megfizeti magának. A zsidó fölényesen bittyeztette el a száját. Na, na, mondta, na, na, nem, olyan biztos kérem, nem. Elég, ha a jó Isten megfizeti, én biztosítva kell lássam a pénzemet, nem? Én ebből élek, kérem. Se megadom én, ázik úr, ahogy lehet, megadom, lelkendezett az ember. Ázik úr billeget, kifeszített mellényével, nézte az ivó padlóját, s megkérdezte. Mennyi kellene? Szűcs János megmondta. az nagyon sok. Csóválta meg Ázik úr a fejét, s elkezdett gondtelten föl alá járni nagyon sok pénz. Az sok. Hő, Czócs János szegény veszni látta új reménységét, hát nem győzte ígérettel. Megfizetem én, lelkem ázikura, addig élek is, megfizetem én a két kezem munkájával, ha kell. Csak most az egyszer segélyen eljövünk mi dolgozni, amikor kell az egész családommal a kamatért, még a mosást is elvállalja a feleségem, akármit elvállal. Ázikor néhányszor felalásítált, aztán megállt Szűcs János előtt. Hát ide figyeljem, megkaphatja a pénzt, de csak három hónapra. Három hónapra. Ilyet meg az ember. Három hónapra nem elég? Nekem is kell a pénz, én is forgatom a pénzt. Mi? Három hónap múlva meghosszabbítjuk, ha kell. Megint három hónapra. És megint. Nekem csak az kell, hogy forogjon a pénz. Szőcs János elsötétedve nézett maga elé, és már sokkal csöndesebben és szomorúan mondta. Hát akkor úgyis jó lesz, ázikor. Még aznap este megcsinálták az írás. Tanuként aláírta Rádupap és Mitru a bíró, akik éppen bejöttek volt itt dogálni együtt. Írás szerkesztés közben nem sajnálta Ázik úr az italt sem. Szűcs Jánostól. Mire felolvasták neki már, veresnek látta a világot, egészen, s csak odanomta a hüvelykujját a keresztre, amit Ázik úr tett tintával az írás alá. A pénzt azonnyomban megkapta. Úgy sietett haza vele, hogy alig győzte a boldogságot. Még az ajtóból is utána szólott a zsidó, de aztán minden csütörtökön. Elküldje ám a feleségét mosni. El, el! Kiáltott vissza Szűcs János az útról, s legszívesebben énekelni kezdett volna, hogy nem kell eladni az ispánnak a házat meg a földet. Így is félre csapta fején a kalapocs, mikor a jegyzőség előtt elhaladt hegykén, és nagyot köpött a léc kapu felé. Rádupap pedig ez alatt bent az ivóban rákönyökölt az asztalra, fél karjával átölelte Mitrut, úgy kacagott. Hoppá, frátyé, de megpatkolta ez a zsidó a magyart. Hoppá, ha! Így a Mitru, a zsidó úr egészségére, s a magyar úr egészségére, s a rádupap egészségére, na mert az én vagyok. Ameddig nem jön Anasztazi kucate, mert az az asszony, vaj, Mitrulé, na Isten éltessen sokáig! Szűcs János úgy repült be másnap Szamosújvárra, mint a madár. Gyalogosan ugyan, mint szegény emberhez illik, mégis repülve az örömtől, hogy megszabadult az ügyvédtől ezen a napon. Mert ügyvéddel összeköttetésbe lenni szegény ember számára nagy gond és veszedelem, ezt jól tudta Szűcs János. Sosem lehet tudni, micsoda papírossakkal áll elő az ügyvéd. Az ember el is felejti másakor egyszerre, csak ott van, mint a gonosz kísértet, mesterkedik az írásokkal, s egyből leszedi az emberről a gúnyát. Hát ezért jobb, ha az ember mentődik tőle minél hamarabb. Hajnalban indult, még sötétség örködött a falun. Tarisznyával, bottal kilépett a házból, az asszony még utána szólott. Aztán vigyázzon a pénzre, János lelkem! S már egyből kint is volt az utcán. A lécajtó csikordult mögötte, fent a cigány sorban vonyított egy kutya, egyébként nagy-nagy csöndesség lapult a házakra. Valahol lent a negyedik udvaron nyikorgott egy kútgém, ahogy vizet húztak vele reggeli itatásra a marháknak. Szűcs János megtapogatta tarisznyájában a pénzt, ott volt, kendőbe kötözve. Körülnézett, hogy lám, milyen idő lesz. Az égen felhők futottak, nagy tépet szoknyájú őszi felhők, de lent nem érzett szélt. Hűvös novemberi reggel volt, szinte keményedett alatta a sár eső lesz vagy hó, gondolta Szűcs János, azzal megmarkolta a botot, s neki lódult az útnak. Hosszú az út Varjastól várra, bizony hosszú. Hintónak négyes fogatnak semmiség, de már az egy lovas paraszt szekér van, mit döcögjön odáig. Hát még a gyalogos ember van dolga alábainak négy órán keresztül, ameddig beviszik. És egyszer föl egyszer le, igaz, hogy sár nincsen, mert a gyalogos ember nem az úton jár, hanem a szélin. és igaz az is, hogy változatos vidéket láthat a szeme. Egyszer kopár legelőtt sárga vízmosásokkal, máskor vizes rétet, borzas fűszfákkal, vagy szántások kockáit a domb tetején erdőt. Aztán, hogy jól beleszokjon, hát mind csak ezeket váltakozva, mert ilyen a mezőség. Egyszer aztán az egyszerű, gyalogos ember nem siet, nem tereli a kíváncsiság, hogy vajon mi jön ezután, mert tudhatja előre. Vagy vízmosás legelő, vagy mocsaras rét, a patak partján fűszfák, palankás domboldal szántásokkal, s fent a gerince néha egy-egy erdő. Így aztán a gyalogos ember komótosan halad, nem sokat nézelődik, hanem inkább számot vet magával, meghányja veti az életet, s igyekszik azt elrendezni magában, kedve szerint. Mert ilyenkor arra való a gyalogos ember ideje. Terveket csináljon, s elgondolja, hogy így milyen jó volna, s úgy milyen jó volna. A terveket tovább szője, gyönyörködjön növekedésükben, örvendjen nekik, s rájöjjön általuk, hogy mégiscsak szép az élet, a csúnya is. Szűcs János is ezzel töltötte az időt. Tarisznyájában volt a pénz, amelyik megszabadítja az ügyvédtől. Télen vállal egy kis erdővágást, azzal is keres. A disznót nem vágják le, hanem eladják. Ők majd megélnek valahogyan, s mire lejár a három hónap egy részét a pénznek visszakaphatja a zsidó. A többit meghosszabbítják, tavasszal majd deregasan nekiáll, megdolgozza a földet, májusra el lehet adni a bimbóbóriát, és a zsidó újra kaphat valamit. Nyáron nagy részt vállal az udvari aratásból, az öt hold is terem, ha ad az Isten egy jó kis időt, és ami felesleges, az újra megy a zsidóhoz. Így lassan, lassan, két év alatt, három alatt lekopik az adóság rendre. Akkor aztán vesznek két bornyút, jövő esztendőben újra kettőt, jó ökörbornyút, aztán csak tehenet tartani, a másikat eladni, és helybe két ökröt persze, az az igazi ökör. A föld is jobban teremne mindjárt, ha ökör számtaná. Aztán venni fognak három malacot, abból kettő kihízik, egy eladásra, egy otthonra az asszonynak, s a harmadik marad kocának. Minden évben malacozik hetet, nyolcat, azokat fölnevelni, eladni, mindjárt lesz pénz a háznál. Lehet a gyermekeknek csizmát venni, ruhácskát, az asszonynak is. Szegények, elég ócskán járnak mostanában, no de ezen túl másképp lesz elrendeződik, minden baj elrendeződik. Csak ki kell várni a végét, ki bizony, aztán jön a jó. Most már a jó jön, ezentúl két ökör, koca, kis csizmák, kis gúnyák, a három jó mellé is kellene még pénz. Ez a jó szaporítja a pénzt, hogy legyen legalább húsz. Húsz hát, annyi is kell legyen, annyi is lesz és Szűcs János egyre könnyebben lépte az utat, s csak alig igazított egy keveset az életünkön, már ott is volt. Már látszott a kövér örménytemplom, mint valami jó kotló a házi csirkék fölött, és már a nap is fent volt, jól elhaladta fele útját a délnek. Jókedvűen lépett be Bocán ügyvéd piszkos irodájába. Elhottam a pénzt, mondta, s elővette a megcsomózott kendőt. Bocán, kis, rossz képű, görbearcú, fekete ember, mogorván nézte végig, tintás kezét a nadrágjába törülte, majd elővette egy nagy rokás iratot, és számolni kezdett. Szűcs János közben kioldotta a csomót, s a pénzt szép rendben kirakta az asztal sarkára, megolvasva, egyenként gondosan. Az ügyvéd maszatos keze álmosan fogta a ceruzát, számokat írt, összeadott, még írt hozzá, szorzott, újra összeadott, s végül ránézett apró disznó szemeivel az emberre. Itt van a pénz. Szűcs János biccentett a fejével. Itt. Az ügyvéd keze egyszerre megserényedett, újai begörbültek, mint a ragadozói, és rávetette magát a pénzre. Hangosan számolta végig. Aztán felhúzott szemöldökkel rábámolt újra az emberre, s elbigyeztette a száját. Ez nem elég. Szőcs János úgy megrándult, mintha mennykő csapott volna az orra elé. – Nem elég? S ennyit tetszett kérni? – s hökkenve nézte az ügyvédet. Az meg őt gúnyosan. Jó barátom, az akkor volt. Azóta hozzájött a kamat, a perköltség, foglalási kiszállás, minden ajjaj. Szűcs János riadtan nézte az ügyvédet. Nem értette a dolgot. Hiszen, ha ő ezelőtt két hónappal ennyivel tartozott, akkor most sem tartozhatik többel, de tudta, hogy ügyvéddel nem lehet perbeszállni. Az ügyvéd Ír, amit ír, az szent még akkor is, ha a legnagyobb tolvajság a világon. Mennyi kell még? kérdezte rekedten. Bocán megmondta. Szűcs János elsápadt tőle, még meg is tántorodott egy kicsit. Istálom, hisz ez nagyon sok. Ez majdnem fele az egésznek, amivel tartozom. Az ügyvéd vállat vont. Nem tehetek róla, ennyi sem nem kevesebb. Addig a többit sem vehetem át, amíg az egészet be nem hozza. Szűcs János előtt elsötétedett a világ. Jó Istenem, de sújtod azt, aki szegény. Az ügyvéd vállat voncs elfordult. Szűcs János lassan megindult az ajtó felé, kezét a kilincsre tette, lábával a küszöbre lépett, de keze, lába nehéz volt és fáradt, akárha ólomból készültek volna. Kint megállt a fal mellett. Jaj, hol voltak már az előbbi tervek, szép, megnyugtató, békés gondolatok? Hideg novemberi szél süvített a város szennyes utcáján, a kilökött szeméten kolontos sovány kutyák turkáltak, s a tovasiető félúri népek rá se néztek Szűcs Jánosra. És akkor hirtelen eszébe jutott Kovács Ferenc, a magyar ügyvéd, akire szavazott választáskor, az megsegíti bizonyára. Kibogozza az igazat, mert nem lehet, hogy ez igazság legyen, nem lehet az. Már ott is volt a vízutcában, megkopogtatta az iroda ajtaját, s belépett. Adjon Isten minden jót! A köszönésre senki sem felelt. Az egyik asztal üres volt, a közbülső, a másik mellett ott ült álmosan és borzasan kulikúr, s a fogát vájkálta a penna hegyével. Na mi az? kérdezte annélkül, hogy abba hagyta volna ezt a műveletet. Az ügyvéd urat keresem, bátortalankodott Szűcs János. A képviselő úr Budapesten van, javította ki, Kulikur jó indulatú felsőbséggel a tudatlant. Mi kéne tőle? Valami kis segítség az én dolgomban. Kulikur még jobban belefeküdt a székbe. Hadd halljam! Szűcs János pedig elkezdeni mondani a magáét. Jó messziről kezdve, körülményesen, hogy lehessen megérteni úgy, ahogy van. Kulikur pedig vájkalta a fogait közben, néha valami ételmaradékot kipiszkált közülük, azt megcsámcsogta és kiköpte a padlóra. Mikor aztán Szűcs János befejezte a magáét, és egész aggodalmának didergő figyelmével várta a szót, mely eldönti sorsát, és megmutatja az igazságot, akkor Kulikor éppen csak egy kicsit, Küljebb húzta szájából a tolszárat, úgy vetette oda egykedvűen. Már pedig barátom, ezt ki kell fizetni. Szűcs János kétségbe esetten csapott a térdére. De tekintetes, uram, igazságos ez? Hogy ma ennyi, és holnap már annyi? Ami lehetséges és végrehajtható az éppen olyan, mintha igazságos volna felelte mély filozófiával Kulik úr fogpiszkálás közben. Az ember nagyot sóhajtott, aztán legyintett egy súlyosat, s az ajtó felé fordult. Na, Isten megáldja. Kulik úr biccentett, Szűcs János kitopogott nehéz csizmáiban, mázsányi gondjaival a kovács irodából. Hazafelé az út már nehezebb volt fárasztóbb, kedvtelenebb. Az idő is elromlott, éjszaki szél támadt, s apró szemű hidegeső vert alá a földre. A dombok borzongva nyúltak el a nyírkos párák között, fölöttük felhők, tömődtek, szürkék, nyúlósak, színtelenek, olyanok éppen, mint az úton lévő sár, mely az ember lábára ráragad, s húzza le a földhöz. Ment, ment Szűcs János a keserűség alatt, ment lelógó fejjel az úton, szembejött a tisztartó úr, kétkerekű kordéja, még annak is elfelejtett köszönni, pedig úgy ült benne a tisztartó úr, mint valami jól táplált Isten. Meg is nézte Szűcs Jánost, rá is ösmert, s nagyon megakadt a nyaka, mikor hasztalan várta a köszönést. Mit törődött ezzel Szűcs János? Nagyobb baja van most neki, és sokkal nagyobb. Korcsmába se tért be az első elől, pihenni se állt meg, mégis östelet, mire lucskosra ázva a faluba érkezett. Csontjáig érezte a nyírkos hideget. Egyenesen Ázik úrhoz ment. Itt a pénze, Ázik úr mondta nagy sóhajtással, s lecsapta eléje a bogozott kendőt. A korcsmában többen is voltak, felnéztek mind a hangra. Szűcs János nézték az orcáját, melyen végigcsurgott az esővíz, s mely szürke volt és beteg. A kis köpcő zsidó fürgén kurult a pulthoz, rátámaszkodott, nézte a kendőt, aztán Szűcs János. Nem kell? kérdezte megütközve. Nem, Hát miért? Kevés. Mordult az ember. Számolja át, adja vissza az írást. De Ázik nem nyúlt a pénzért, szaporán pislogott. Mennyi kellene még? Az ember ránézett sötéten, aztán megmondta. Ázik úr dörzsölgetni kezdte a szakállát. Hűha, az sok, az sok pénz. Hűha, csettintett az ujjával, Mormolt magában valamit zsidóul, aztán újra ránézett. Jöjjön be, intett neki a fejével. Szűcs János szívében megdöngött valami, tán csak nem, de hát ha. Hát megadná azt is. És a lelke egyszerre csak megtelt reménységgel és hálával a kis szakállal zsidó ember iránt, hogy szinte sírva fakadt. Ázikor bement a belső szobába, megvárta Szűcs Jánost, és betette mögötte az ajtót. Figyeljen ide, mondotta, én adom magának a pénzt, ezt is. Szűcs János arca kigyulladt az örömtől. Igazán adja, Ázik úr. Olyan volt a hangja, mint a gyermeknek. Ázik úr azonban nem ért rá érzékenykedni, komolyan folytatta. Adom, adom, én megbízom magában, lássa. Nem kell újírást csinálni, majd hozzáírjuk a régihez, hanem maga is kell tegyen nekem valamit. Mondja, ázik úr, ömlött ki a hála az emberből, megteszem én, még ha embert is kell öljek de ázik úr sokkal anyagiasabbat kívánt. Vettem az uradalomtól egy holderdőt. Azt maga levágja nekem, és rendbe behordja. Érti? Szőcs János nem lett volna földel bajlódó parasztember, ha nem futotta volna meg agyát hirtelen a számítás, hogy egyhold uradalmi erdő az 70 rakás. Azon egy ember eldolgozik 10-12 napot. A behordása 70 fuvar. Naponta csak egyszer lehet fordulni. Jaj, ez bizony rengeteg munka. Két tehénke van mit kínlódjon benne egész télen még jó, ha bele nem pusztul valamelyik, mert a széna kevés. Lelkesedése lelohadt, hiába. A szegény ember öröme is szegény. Lehorkasztotta a fejét, és halkan nyögte ki a szót. Jaj, sok munka az ázikor, drága, nem bírom én ezt. Sem a két kis tehenem. A kis kövés idó egyszerre meghegyesedett. Nem? Hát hogyan gondolja, kérem? Ingyen adjam a pénzt? Mi? Azt elfogadná, ugye? De dolgozni érte már, nem? De ázikúr, kérem, értse meg. Megcsinálja, vagy nem csinálja, ezt mondja meg. Szűcs János előtt elsötétedett a szoba, lehajtotta a fejét. Megcsinálom, na, nyögte. Ha beled döglök, akkor is. Na, nyugodott meg Ázikor, megédjük egymást akkor. Hát, várjon, hozom a pénzt. A sarok bement, kulcsokkal zörgött, felnyitott egy nagy ládát, kaparászott benne egy keveset, aztán a ládát újra becsukta és visszajött. Itt van, számolja meg! Szűcs János megszámolta a pénzt, annyi volt. Szónékül bekötötte a kendőbe, a többi mellé meg se köszönte, csak begyűrte a tarisznyába. Mit köszönjön rajta? Sok az a holderdő, éppen elég sok köszönetnek. Na Isten megáldja, Ázik úr. Aztán a jövő héten lehet kezdeni a vágást. Jó, jó, ne féljen semmit. Az ivóban ülők felfigyeltek, amikor kijött, nézték, de nem szóltak hozzá, megkerült a rácsot, végig topogott a kocsmán, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Sötétség és hideg esőszag volt odakint. Szűcs János szemére húzta az ázott kalapocs, már kint volt, megint az utcán. Ahogy haladt hazafelé, a keserűség lassan lelohadt benne, elnyugodott. Hát lesz valahogyan, jó, hogy megvan a pénz. Holnap be lehet menni újra, s odalökni az olá ügyvéd elé, hogy esne belé a féreg. Ennyi töménytelen pénzt annak a rusnyának négy hold földet lehetne venni ezen a pénzen, s még maradna is két bórjúra való. Vagy az árszintjas szőlőjét, azt is meg lehetne venni a kaszálóval együtt. Ej, majd lesz valahogy. Ahogy a felázott úton hazafelé cubukkolt, az iroda kivilágított ablakán, ott látta állani a jegyzőt pipával a szájában, nézett a posta felé. Az ablak nyitva volt. A füstöt szellőztették. A posta ablaká le volt eresztve a függöny, de a függőre néha árnyék is rajzolódott. Könnyű az uraknak. Gondolta Szűcs János keserűen, és meggyorsította a lépteit. Franyek Zoltán megelégedetten nézett ki a sötét estébe. A kájhában sistergett a nyersva, kellemes meleg volt, a tisztartótól kapott szűzdohány íz lett a pipában. Érdekes volt figyelni a postahivatal lefüggönyözött ablakát a reávetődő árnyékkal. Piroska van ott Bercivel. Csak azt sajnálta, hogy a felesége nem látja ezt az árnyátékot, biztosan örvendene neki. Gondolta kajánul. Franyek Zoltán egyébként is nagyon elégedett volt, mert remekbe fogott, Feljelentésére éppen aznap indult meg a vizsgálat az Egyházmegye részéről Holló János Doboi pap ellen. Kijött az esperes, s vele még két idősebb papi ember először őt keresték föl az irodán, kihallgattak néhány embert. Az embereket természetesen ő maga rendelte oda, s azt mondták, amit kellett. Csóválta a fejét sok derék nagy tiszteletű úr. Jegyzőkönyvbe vették a hallottakat, aztán elmentek dobolyba a paphoz. Holnap térnek vissza onnan Szamos újvárra. Ezt már nem viszi el, szárazom, Holló János. Megszabadult tőle a két község, s főképpen ő, meg az uradalom. Majd az utódját kézbe veszik, mindjárt az elején, hogy ne legyen ideje elvadulni annak is. Igazságoskodni, hergelni a népet, viszálykodást teremteni a békés lakosság között, mert békés és jóféle nép az itteni magyar is, nem csak az olá nyugalmas, béketűrő, csak kell érteni a bánást. A keményen rákiált az ember, mindjárt leveszi a kalapját, az is, ha nem is köszönkezi csókolommal, de olyan félénken néz, akár a gyerek. Jó vezető, kell a népnek, akkor nincs baj vele. Ranyek Zoltán úgy érezte, hogy ő éppen az a vezető, aki erre a vidékre kellett. Úgy érezte, hogy senki sem tudna helyesebben bánni ezzel a néppel, mint ő. Igazságosabban, előrelátóbban és eredményesebben. Mert mi a jó vezető hivatása, békét, nyugalmat teremteni a dolgozó lakosság között? engedelmességhez, alázatossághoz szoktatni őket a felsőbb akarattal szemben, és kiválogatni az érdemeseket, félretolni az érdemteleneket. Jó elégedett érzése volt, hogy megfelelt ennek a hivatásnak. Mindig és mindenben az ország érdekeit tartotta szem előtt, és a főispám többször meg is dicsérte. Na, franyek, ezt vagy azt jól csinálta. Hát igyekezett is. Folyton igyekezett, hogy jól csinálja. Olyan polgárokat neveljen a rábízott községek népéből, akikre bátran támaszkodhat az ország. Akik belenyugszanak a parancsokba, nem zúgolódnak az adó miatt, engedelmesek, alázatosak és megsüvegelik az úri kocsikat. Mert ez kell ahhoz, hogy rend legyen. Rend és békesség és zavartalan nyugalom az országban. Ilyen jól nevelt, alázatos, szelid nép. Mink ezek az itteni oláok. Ó, ezeknek fát lehetne vágni a hátukon, akkor sem röffennének össze. Nem úgy, mint az ilyen holló Istvánék. Na meg az ő dobói magyarjai között is vannak. Konkói hintők, izgágák, okoskodók, akik a kőszegi gyűlésen belemerészelnek szólni az ő dolgaiba. Na de eljön most nekik az ideje. Csak menjen el a pap. Mert az mind hergelte őket. Az dugott taplót a fülükbe. Érthetetlen, hogy egy-egy ilyen embernek mi bújik a bőre alá. Franyek Zoltán jegyző úr nyugodtan és megelégedetten könyökölt ki az ablakba. Tisztának érezte a lelkét, sőt, egy kis szerény büszkeség is önérzeteskedett benne. Hogy ne? Hiszen ő a nagy purifikátor, aki megtisztítja az országot a szeméttől. Nézte a lefüggönyözött ablakot, s arra gondolt, hogy nem sokára új segédjegyző kell, mert ez, ha megházasodik, elmegy. A főispán biztosan betaszítja valahova a megyéhez, ha szépen megkérik. Biztosan Piroska fogja megkérni erre. Persze, a postára is jön majd valaki új. Csupa társadalmi változatosság lesz varjason. Vajon milyen lesz az új kisasszony? És, Franyeg Zoltán úr az ablakban, egy karcsú, szőke, valakiről álmodozott, aki ügyes lenne és szorgalmas, és kedvesen mosolyogna rá, valahányszor összetalálkoznának. És tisztelettel nézne utána, ha elmegy ő, a falu első tisztviselője, aki az állam képét, képviseli varjason. Dobajban, és még Áldomban is, az ország dicsőségére, mely Kárpátoktól az Adriáig ér, és hatalmának súlyával kellemesen emeli őt a többi emberek közé. A szamosűvári szekér, amikor azon az estén dobolyba megérkezett, olyan fekete volt a papoktól, mintha a villával hányták volna rá a gyászt. Az esperes meg két nagy tiszteletű társa, terjedelmes, jól táplált emberek voltak valahányan. Csak úgy gúvattak ki a paraszt szekér keskeny üléséből, pedig az egyik előlült, a szekeres ember mellett, hogy jobban férhessenek. Komoly volt és gonterhelt a három tiszteletre méltó férfiú arca, zord szótlanságba burkolózva döcögtették magukat a kátyuk közt, lépésben vergődő szekereken, ahogy emberséges hóhérokhoz illik, kiket egy emberi élet kivégzésére küldöttek. A kellemetlen feladat mellett még az eső is verte őket, és így hát igazán nem volt beszédhez kedvük. Behúzták nyakukat fekete kabátjukba, nézték a szürkeségbe szomorodott vizes novemberi világot, s figyelték a nagy kövér cseppeket, ahogy kalapjuk karimájáról egyenként aláhullottak. A páráló szalmafödelek alól csodálkozó szemek kísérték az ázott úri szekerezőket végig a falun. Néhány sovány kutya megugatta idegen szagukat, néhány kátyúba majdnem megrekedtek, csak a lovak becsülete mentette meg őket ettől, meg az ostorno, meg a szekeres ember nem éppen istenes bíztatgatása, amit lovaihoz intézett. Azért mégis megérkeztek a papi udvar kapuja csukva volt, és sehol nem látszott élő ember. A szekeres morogva leszállott, nekivetette vállát az otromba kapunak, s szélesre lökte. Már ott álltak az udvar közepén, és éppen kászálódott le a nagy tiszteletű társaság, mikor a pajta ajtaja kinyillott, s Gergőbá barátságtalan arca kinézett. Na, csodálkozott Jámborom. Hát ide gyüttek, hozzánk. Jöjjön, öreg, jöjjön, szólalt meg ázott kalapja alatt az esperes. Hát mondja, itthon van a gazdája? Itthon hát. Hol legyen? Adta vissza a szót Gergőbá, de nem mozdult ki az ajtóból. Van hely a lovaknak? kérdezte a szekeres. Hely? Az öreg benézett a pajtába, aztán végigmustrálta a lovakat, a szekeret, a szekeres embert, majd újra megnézte a pajtát, csak azután felelt. Hát hiszem, éppen van, ha nagyon kell. Az esperes és két kísérője a tornácon rázták le kabátjukról a vizet, mikor kinyílott az ajtó, s csodálkozva, de cseppet sem megrendülve kilépett Holló János. Ritka szerencse, nagy tiszteletű uraim, fáradjanak bejebb szerényem otthonomba. Bizony az időjárás nem a legkedvezőbb az ilyen utazásra. A három derék úr sorra kezet fogott az áldozattal, akit kivégezni jöttek, aztán bementek a házba. Az első üres szobán hamar átterelte őket a pap, hideg volt ott és lakatlanság szag, de a másodikban égett a tűz, és a széles paraszt kemencén jó szagú ennivaló fortyogott. Tessék letenni a felöltőket, nagy tiszteletű urak, Sajnos csak ebben az egy szobában élek, nagyobb kényelemmel nem szolgálhatok, de amin van, azt örömmel megosztom ritka vendégeimmel. Tessék helyet foglalni, tessék ide, nagy tiszteletű esperes uram! A három komoly, fekete papi ember, mindhárman jómódú, családos polgár életet élvezők, csodálkozva és kissé, megörökönyödve néztek körül a dobói papilakás egyetlen szobáján. Bizony szegényes volt és kopott. Az egyetlen szekrény, az egyetlen ágy, az asztal, a három rozoga székkel, mind szegényes volt. Bizony dísztelen volt, és túlságosan is egyszerű a dobói papszobája. Levetették a kabátjukat, János papa szép sorjában felakasztva a kemence fölé rakta, a gerendába vert szögekre hadd Aztán a szekrény tetejéről leemelt egy üveget, s az asztal fiából előkotort három csorba szélő poharat. Szilvórium nagy tisztelet, uraim! Jót fog tenni az ázás után. Egyik hívem hozta ajándékba múlt héten. Sorra töltötte a poharakat. Tiszteletes úr nem tölt magának? Nézett rá csodálkozva az esperes. János pap megrázta a fejét, és savanyún mosolygott. Nem élek szeszes itallal, könyörgöm. A három vendég összenézett. Némán felhajtották az italt talán még egyel méltóztassanak. Kínálta jó szívvel a házigazda, nehogy hűlés legyen az ázásból. Azt mondják, jó ez ellen. Azt is kétták. Majd összenéztek, de gyorsan elkapták egymástól a tekintetüket. Egyik sem akarta elkezdeni. Az esperes körülnézett a szobában. Szerényen él a tiszteletes úr, Látszik, hogy magányos ember. János Pap furcsán elmosolyodott. Jól tetszik mondani, igazán az vagyok. Magányos ember. Magányos ember ebben a faluban és ebben az országban is, úgy látszik. Azok hárman megint egymásra néztek. Látom, valami írással is foglalkozik a tiszteletes úr mondotta az egyik nagy tiszteletű, az asztal közepén tömötten álló papírcsomóra mutatva. Igen, felelte János pap szerényen. Írom az új Bibliát. Micsodát! horkant föl egyszerre mind a három nagy tiszteletű. Az új Bibliát ismételte még egyszer változatlanul, nyugalommal, Holló János. S magyarázólag hozzátette a magyar bibliát, a miénket. Azok hárman újra összenéztek, aztán az esperes hátradőlt a recsegő széken, két kezét türelmesen összefogta a hasán, s nagyot sóhajtott. Hát, magyarázza meg ezt nekünk tiszteletes úr! Ezt a bizonyos bibliát, mivel, hogy éppen evéget jöttünk. És János pap magyarázni kezdett. Széles, alaposan kifejtette az okokat, melyek kényszerítették, hogy ebbe a munkába belefogjon. Kiszínezte a különbséget a magyar lélek és a zsidó lélek között, kiszínezte a különbséget a két nép életkörülményei között, s hogy mi az, ami az egyiknek jó volt, s a másiknak nem az, ami az egyiknek hasznos igazság volt kétezer évvel ezelőtt, a másiknak azonban kártékony igazság mai helyzetében. Szélesen mély bölcsességgel fejezte ki ezeket, közben izgalomba jött, föl alá járt a szűk kis szobában, néha föllapozta a papírosokat és olvasott belőlük valósággal, lázba jött a gondolataitól. Mert merő ostobaság, ha én azt prédikálom ma a népemnek, hogy aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, ostobaság ez, és öngyilkosság nagy tiszteletű uraim. Mert ezt a népet itt kővel dobja ma mindenki, s ha az utolsó kenyerét is kiadja kezéből, akkor vérét veszik az idegen gazok, s a magyar nép lesz ezen a földön a ma húsvéti bárány, akinek nem lészen föltámadása több. S hazugság, ha azt hirdemném, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vész el, mert ez a föld fegyvernek és vérnek a földje, ezer esztendő óta. Kezünkből a fegyvert véglegesen kicsavarni semmi hatalom nem tudta még, de ha maguktól engedjük el a fegyvert, akkor kihull a kezünkből, s védtelenebbek leszünk ama egyiptomi búzavetésnél is, melynek kalászait barmok legelik, hogy ne teremhessen magot az úrnak dicsőségére. Barmok legelnek bennünket, nagy tiszteletű esperes úr, gonosságnak és gyűlölködésnek barmai, s ellenünkben a szeretet, ha nincs furkos bot a kezében. Olá! tót, rác, cse, sváb. Mind ebben az akolban akar kövérre hízni. És bizony, a jó pásztor ma új és célszerűbb törvényt kell szabjon magának a pásztorláshoz, ha menteni akarja a rábízott nyájat. Hallgatták a nagy tiszteletű urak a dobói papot, Hallgatták, s arcuk egyre sötétebb lett, fejük egyre lejjebb hajlott. Pogány beszéd volt, ami fülüket érte, keservesen pogány. De felháborítóan igaz beszéd volt, sajnos, minden pogánysága mellett. Érezték, tudták bent a lelkükben, igazat kellett adjanak neki. Bent, mélyen, ahol az anya szent egyház minden embert egyforma szemmel néző nevelése alatt, még mindig pogányok. Magyarok voltak ők is, mert jó magyarok voltak mind a hárman. Családjuk volt otthon, szorgos kezű házias feleségük és gyermekeik, virgont csintalan gyerekek, akik szívesebben hallgat, 48-as nagyapák meséit a vörös mint a zsidó próféták bajlódásait. Olló János elfáradt a beszédben, és elhallgatott. Állt a szekrény mellett, kezében az új magyar biblia teleért lapjaival, nézett maga elé távol balátó keserű arccal, aztán sóhajtott, s a papírcsomót visszatette az asztalra. Hát, ezt vállaltam én nagy tiszteletű uraim, s végeztem gyarló emberi erőm s lelkem szerint való igaz hitem szerint. Csak terpeszkedett végig a szobában. A három vették nem mert egymásra nézni, csak a padlót bámulták sokáig. Aztán az esperes lassan fölemelte a fejét, sóhajtott egyet ő is, és a papra nézett. Tiszteletes úr! Szép és jó munkát végzett, mondta halk, dörmögő hangon, s mi azért jöttünk, hogy megdicsérjük érte, mint magyarok. Mint papok azonban azt javalljuk, kérje, tiszteletes úr, a nyugdíjaztatását. Holló János fölemelte a fejét, s az esperese nézett. Az esperes pedig reá. S ráemelte a szemét a másik kettő is. Így nézték egymást néhány pillanatig. Aztán a dobói pap lehajtotta a fejét, s halkan fáradtan, kicsit keserűen mondotta. Megértettem a szót. Nagy tisztelet, úram! Aztán az ajtóhoz ment és rikkantott Gergőbá után, hogy tegyen tüzet a vendégszobába, s fusson Mári nénihez, mert vacsora kell. A három főpap bent a szobában összenézett, Szótlanul. Aztán szinte egyszerre sóhajtott mind a három. Kár érte. Kár. Kár. Kint beszéd hallatszott. Gergő, Bádörmögő dörmögő hangjas, egy asszonyhang, izgatott síró. Aztán a pap hangjas, megint az asszonyé, aztán csönd. Egy idő múlva bejött a pap, az ajtót lassan betette, néhányat lépett előre, és a szkoba közepén megállt. Arca furcsa volt, megilletődött, ünnepélyes, és nagyon keserű. Most már, kezdte különösereket hangon, s nem nézett egyikre sem, hanem föl, a mennyezet gerendáira nézett, most már igazán csak az Úristen ha ügyel az én magyarjaimra, más senki többet. Ma délután meghalt a nemzetes asszony. Magyaruk istene, vedd irgalmatba azokat, akik munkálták a te népednek igazát. Szűcs János pedig elkezdeni, mondani a magáét. Jó messziről kezdve, körülményesen, hogy lehessen megérteni úgy, ahogy van. Kulikor pedig vájkalta a fogait közben, néha valami ételmaradékot kipiszkált közülük, azt megcsámcsogta és kiköpte a padlóra. Mikor aztán Szűcs János befejezte a magáét, és egész aggodalmának didergő figyelmével várta a szót, mely eldönti sorsát, és megmutatja az igazságot, akkor Kulikor éppen csak egy kicsit... Küljebb húzta szájából a tolszárat, úgy vetette oda egykedvűen. Márpedig, barátom, ezt ki kell fizetni. Szőcs János kétségbe esetten csapott a térdére. De tekintetes, uram, igazságos ez? Hogy ma ennyi, és holnap már annyi? Ami lehetséges és végrehajtható az éppen olyan, mintha igazságos volna felelte mély filozófiával kulikúr fogpiszkálás közben. Az ember nagyot sóhajtott, aztán legyintett egy súlyosat, s az ajtó felé fordult. Na, Isten megáldja. Kulikúr bicentecs Szűcs János kitopogott nehéz csizmáiban, mázsányi gondjaival a kovács irodából. Hazafelé az út már nehezebb volt fárasztóbb, kedvtelenebb. Az idő is elromlott, éjszaki szél támadt, s apró szemű hidegeső vert alá a földre. A dombok borzongva nyúltak el a nyírkos párák között, fölöttük felhők, tömődtek, szürkék, nyúlósak, színtelenek, olyanok éppen, mint az úton lévő sár, mely az ember lábára ráragad, s húzza le a földhöz. Ment, ment Szűcs János a keserűség alatt, ment lelógó fejjel az úton, szembejött a tisztartó úr, kétkerekű kordéja, még annak is elfelejtett köszönni, pedig úgy ült benne a tisztartó úr, mint valami jól táplált Isten. Meg is nézte Szűcs Jánost, rá is ösmert, s nagyon megakadt a nyaka, mikor hasztalan várta a köszönést. Mit törődött ezzel Szűcs János? Nagyobb baja van most neki, és sokkal nagyobb. Kocsmába se tért be az első elől, pihenni se állt meg, mégis östelet, mire lucskosra ázva a faluba érkezett. Csontjáig érezte a nyírkos hideget. Egyenesen Ázik úrhoz ment. Itt a pénze, Ázik úr mondta nagy sóhajtással, s lecsapta eléje a bogozott kendőt. A kocsmában többen is voltak, felnéztek mind a hangra. Szűcs János nézték az orcáját, melyen végigcsurgott az esővíz, és mely szürke volt és beteg. A kis köpcő zsidó fürgén kurult a pulthoz, rátámaszkodott, nézte a kendőt, s aztán Szűcs János. Nem kell? kérdezte megütközve. Nem, Hát miért? Kevés. Mordult az ember. Számolja át, adja vissza az írást. De Ázik nem nyúlt a pénzért. Szaporán pislogott. Mennyi kellene még? Az ember ránézett sötéten, aztán megmondta. Ázik úr dörzsölgetni kezdte a szakállát. Hűha, az sok, az sok pénz. Hűha, csettintett az ujjával, Mormolt magában valamit zsidóul, aztán újra ránézett. Jöjjön be, intett neki a fejével. Szűcs János szívében megdöngött valami, tán csak nem, de hát ha. Hát ha, megadná azt is. És a lelke egyszerre csak megtelt reménységgel és hálával a kis szakállal zsidó ember iránt, hogy szinte sírva fakadt. Ázikor bement a belső szobába, megvárta Szűcs Jánost, és betette mögötte az ajtót. Figyeljen ide! mondotta. Én adom magának a pénzt. Ezt is. Szűcs János arca kigyulladt az örömtől. Igazán adja, Ázik úr. Olyan volt a hangja, mint a gyermeknek. Ázik úr azonban nem ért rá érzékenykedni, komolyan folytatta. Adom, adom, én megbízom magában, lássa. Nem kell újírást csinálni, majd hozzáírjuk a régihez, hanem maga is kell tegyen nekem valamit. Mondja, ázik úr, ömlött ki a hála az emberből, megteszem én, még ha embert is kell öljek. De ázik úr sokkal anyagiasabbat kívánt. Vettem az uradalomtól egy holderdőt. Azt maga levágja nekem, és rendbe behordja. Érti? Szűcs János nem lett volna földel bajlódó parasztember, ha nem futotta volna meg agyát hirtelen a számítás, hogy egyhold uradalmi erdő az 70 rakás. Azon egy ember eldolgozik 10-12 napot. A behordása 78 fuvar. Naponta csak egyszer lehet fordulni. Jaj, ez bizony rengeteg munka. Két tehénke van mit kínlódjon benne egész télen még jó, ha bele nem pusztul valamelyik, mert a széna kevés. Lelkesedése lelohadt, hiába. A szegény ember öröme is szegény. Lehorkasztotta a fejét, és halkan nyögte ki a szót. Jaj, sok munka az ázikor, drága, nem bírom én ezt. Sem a két kis tehenem. A kis kövés idó egyszerre meghegyesedett. Nem? Hát hogyan gondolja, kérem? Ingyen adjam a pénzt? Mi? Azt elfogadná, ugye? De dolgozni érte már, nem? De ázikor, kérem, értse meg. Megcsinálja, vagy nem csinálja, ezt mondja meg. Szűcs János előtt elsötétedett a szoba, lehajtotta a fejét. Megcsinálom, na, nyögte, ha beledöglök, akkor is. Na, nyugodott meg Ázikor, megédjük egymást akkor, hát várjon, hozom a pénzt. A sorok bement, Kulcsokkal zörgött, felnyitott egy nagy ládát, kaparászott benne egy keveset, aztán a ládát újra becsukta és visszajött. Itt van, számolja meg! Szűcs János megszámolta a pénzt, annyi volt. Szónékül bekötötötte a kendőbe, a többi mellé meg se köszönte, csak begyűrte a tarisznyába. Mit köszönjön rajta? Sok az a holderdő, éppen elég sok köszönetnek. Na Isten megáldja, Ázik úr. Aztán a jövő héten lehet kezdeni a vágást. Jó, jó, ne féljen semmit. Az ivóban ülők felfigyeltek, amikor kijött, nézték, de nem szóltak hozzá, megkerült a rácsot, végig topogott a kocsmán, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Sötétség és hideg esőszag volt odakint. Szűcs János szemére húzta az ázott kalapocs, már kint volt, megint az utcán. Ahogy haladt hazafelé, a keserűség lassan lelohat benne, elnyugodott. Hát lesz valahogyan, jó, hogy megvan a pénz. Holnap be lehet menni újra, s odalökni az olá ügyvéd elé, hogy esne belé a féreg. Ennyi töménytelen pénzt annak a rusnyának négy hold földet lehetne venni ezen a pénzen, s még maradna is két borjúra való. Vagy az árszintjas szőlőjét, azt is meg lehetne venni a kaszálóval együtt. Ej, majd lesz valahogy. Ahogy a felázott úton hazafelé cubukkolt, az iroda kivilágított ablakán, ott látta állani a jegyzőt pipával a szájában, nézett a posta felé. Az ablak nyitva volt. A füstöt szellőztették. A posta ablaká le volt eresztve a függöny, de a függőre néha árnyék is rajzolódott. Könnyű az uraknak. Gondolta Szűcs János keserűen, és meggyorsította a lépteit. Pranyek Zoltán megelégedetten nézett ki a sötét estébe. A kájhában sistergett a nyersva, kellemes meleg volt, a tisztartótól kapott szűzdohány íz lett a pipában. Érdekes volt figyelni a postahivatal lefüggönyözött ablakát a reávetődő árnyékkal. Piroska van ott Bercivel. Csak azt sajnálta, hogy a felesége nem látja ezt az árnyjátékot, biztosan örvendene neki. Gondolta kajánul. Franyek Zoltán egyébként is nagyon elégedett volt, mert remekbe fogott, Feljelentésére éppen aznap indult meg a vizsgálat az Egyházmegye részéről Holló János Doboi pap ellen. Kijött az esperes, s vele még két idősebb papi ember először őt keresték föl az irodán, kihallgattak néhány embert, az embereket természetesen ő maga rendelte oda, s azt mondták, amit kellett. Csóválta a fejét sok derék nagy tiszteletű úr. Jegyzőkönyvbe vették a hallottakat, aztán elmentek dobolyba a paphoz. Holnap térnek vissza onnan, szamos újvárra. Ezt már nem viszi el szárazon, Olló János. Megszabadult tőle a két község, főképpen ő meg az uradalom. Majd az utódját kézbe veszik, mindjárt az elején, hogy ne legyen ideje elvadulni annak is. Igazságoskodni, hergelni a népet, viszálykodást teremteni a békés lakosság között, mert békés és jóféle nép az itteni magyar is, nem csak az olányugalmas, béketűrő, csak kell érteni a bánást. Ha keményen rákiált az ember, mindjárt leveszi a kalapját az is, ha nem is köszönkezi csókolommal, de olyan félénken néz, akár a gyerek. Jó vezető kell a népnek, akkor nincs baj vele. Ranyek Zoltán úgy érezte, hogy ő éppen az a vezető, aki erre a vidékre kellett. Úgy érezte, hogy senki sem tudna helyesebben bánni ezzel a néppel, mint ő. Igazságosabban, előrelátóbban és eredményesebben. Mert mi a jó vezető hivatása? Békét, nyugalmat teremteni a dolgozó lakosság között engedelmességhez, alázatossághoz szoktatni őket a felsőbb akarattal szemben, és kiválogatni az érdemeseket, félretolni az érdemteleneket. Jó elégedett érzése volt, hogy megfelelt ennek a hivatásnak. Mindig és mindenben az ország érdekeit tartotta szem előtt, és a főispám többször meg is dicsérte. Na, franyek, ezt vagy azt jól csinálta. Hát igyekezett is. Folyton igyekezett, hogy jól csinálja. Olyan polgárokat neveljen a rábízott községek népéből, akikre bátran támaszkodhat az ország. Akik belenyugszanak a parancsokba, nem zúgolódnak az adó miatt, engedelmesek, alázatosak és megsüvegelik az úri kocsikat. Mert ez kell ahhoz, hogy rend legyen. Rend és békesség és zavartalan nyugalom az országban. Ilyen jól nevelt, alázatos, szelíd nép. Mink ezek az itteni oláok. Ó, ezeknek fát lehetne vágni a hátukon, akkor sem röffennének össze. Nem úgy, mint az ilyen holló Istvánék. Na meg az ő dobói magyarjai között is vannak. Konkói hintők, izgágák, okoskodók, akik a kőszegi gyűlésen belemerészelnek szólni az ő dolgaiba. Na de eljön most nekik az ideje. Csak menjen el a pap. Mert az mind hergelte őket. Az dugott taplót a fülükbe. Érthetetlen, hogy egy-egy ilyen embernek mi bújik a bőre alá. Ranyeg Zoltán jegyző úr nyugodtan és megelégedetten könyökölt ki az ablakba. Tisztának érezte a lelkét, sőt, egy kis szerény büszkeség is önérzeteskedett benne. Hogy ne? Hiszen ő a nagy purifikátor, aki megtisztítja az országot a szeméttől. Nézte a lefüggönyözött ablakot, és arra gondolt, hogy nem sokára új segédjegyző kell, mert ez, ha megházasodik, elmegy. A főispán biztosan betaszítja valahova a megyéhez, ha szépen megkérik. Biztosan Piroska fogja megkérni erre. Persze, a postára is jön majd valaki új. Csupa társadalmi változatosság lesz varjason. Vajon milyen lesz az új kisasszony? És Franyek Zoltán úr az ablakban, egy karcsú, szőke, valakiről álmodozott, aki ügyes lenne és szorgalmas, és kedvesen mosolyogna rá, valahányszor összetalálkoznának. És tisztelettel nézne utána, ha elmegy ő, a falu első tisztviselője, aki az állam képét képviseli varjason. Dobajban, és még Áldomban is, az ország dicsőségére, mely Kárpátoktól az Adriáig ér, és hatalmának súlyával kellemesen emeli őt a többi emberek közé. A szamosűvári szekér, amikor azon az estén dobolyba megérkezett, olyan fekete volt a papoktól, mintha villával hányták volna rá a gyászt. Az esperes meg két nagy tiszteletű társa, terjedelmes, jól táplált emberek voltak valahányan. Csak úgy gúvattak ki a paraszt szekér keskeny üléséből, pedig az egyik előlült, a szekeres ember mellett, hogy jobban férhessenek. Komoly volt és gonterhelt a három tiszteletre méltó férfiú arca, s zord szótlanságba burkolózva döcögtették magukat a kátyuk közt, lépésben vergődő szekereken, ahogy emberséges hóhérokhoz illik, kiket egy emberi élet kivégzésére küldöttek. A kellemetlen feladat mellett még az eső is verte őket, és így hát igazán nem volt beszédhez kedvük. Behúzták nyakukat fekete kabátjukba, nézték a szürkeségbe szomorodott vizes novemberi világot, s figyelték a nagy kövér cseppeket, ahogy kalapjuk karimájáról egyenként aláhullottak. A páráló szalmafödelek alól csodálkozó szemek kísérték az ázott úri szekerezőket végig a falun. Néhány sovány kutya megugatta idegen szagukat, néhány kátyúba majdnem megrekedtek, csak a lovak becsülete mentette meg őket ettől, meg az ostorno, meg a szekeres ember nem éppen istenes bíztatgatása, amit lovaihoz intézett. Azért mégis megérkeztek a papi udvar kapuja csukva volt, és sehol nem látszott élő ember. A szekeres morogva leszállott, nekivetette vállát az otromba kapunak, s szélesre lökte. Már ott álltak az udvar közepén, és éppen kászálódott le a nagy tiszteletű társaság, mikor a pajta ajtaja kinyillott, s Gergőbá barátságtalan arca kinézett. Na, csodálkozott Jámborom. Hát ide gyüttek, hozzánk. Jöjjön, öreg, jöjjön, szólalt meg ázott kalapja alatt az esperes. Hát mondja, itthon van a gazdája? Itthon hát. Hol legyen? Adta vissza a szót Gergőbá, de nem mozdult ki az ajtóból. Van hely a lovaknak? kérdezte a szekeres. Hely? Az öreg benézett a pajtába, aztán végig a lovakat, a szekeret, a szekeres embert, majd újra megnézte a pajtát, csak azután felelt. Hát hiszem, éppen van, ha nagyon kell. Az esperes és két kísérője a tornácon rázták le kabátjukról a vizet, mikor kinyílott az ajtó, s csodálkozva, de cseppet sem megrendülve kilépett Holló János. Ritka szerencse nagy tiszteletű uraim, fáradjanak bejebb szerényem otthonomba. Bizony az időjárás nem a legkedvezőbb az ilyen utazásra. A három derék úr sorra kezet fogott az áldozattal, akit kivégezni jöttek, aztán bementek a házba. Az első üres szobán hamar átterelte őket a pap, hideg volt ott és lakatlanság szag, de a másodikban égett a tűz, és a széles paraszt kemencén jó szagú ennivaló fortyogott. Tessék letenni a felöltőket, nagy tiszteletű urak, Sajnos csak ebben az egy szobában élek, nagyobb kényelemmel nem szolgálhatok, de amin van, azt örömmel megosztom ritka vendégeimmel. Tessék helyet foglalni, tessék ide, nagy tiszteletű esperes uram! A három komoly, fekete papi ember, mindhárman jómódú, családos polgár életet élvezők, csodálkozva és kissé, megörökönyödve néztek körül a dobói papilakás egyetlen szobáján. Bizony szegényes volt és kopott. Az egyetlen szekrény, az egyetlen ágy, az asztal, a három rozoga székkel, mind szegényes volt. Bizony dísztelen volt, és túlságosan is egyszerű a dobói papszobája. Levetették a kabátjukat, János papa szép sorjában felakasztva a kemence fölé rakta, a gerendába vert szögekre hadd Aztán a szekrény tetejéről leemelt egy üveget, s az asztal fiából előkotort három csorba szélő poharat. Szilvórium nagy tisztelet, uraim! Jót fog tenni az ázás után. Egyik hívem hozta ajándékba múlt héten. Sorra töltötte a poharakat. Tiszteletes úr nem tölt magának? Nézett rá csodálkozva az esperes. János pap megrázta a fejét, és savanyún mosolygott. Nem élek szeszes itallal, könyörgöm. A három vendég összenézett. Némán felhajtották az italt. Talán még egyel méltóztassanak. Kínálta jó szívvel a házigazda, nehogy hűlés legyen az ázásból. Azt mondják jó ez ellen. Azt is kétták. Majd összenéztek, de gyorsan elkapták egymástól a tekintetüket. Egyik sem akarta elkezdeni. Az esperes körülnézett a szobában. Szerényen él a tiszteletes úr. Látszik, hogy magányos ember. János pap furcsán elmosolyodott. Jól tetszik mondani, igazán az vagyok. Magányos ember. Magányos ember ebben a faluban és ebben az országban is, úgy látszik. Azok hárman megint egymásra néztek. Látom, valami írással is foglalkozik a tiszteletes úr mondotta az egyik nagy tiszteletű, az asztal közepén tömötten álló papírcsomóra mutatva. Igen, felelte János pap szerényen. Írom az új Bibliát. Micsodát! horkant föl egyszerre mind a három nagy tiszteletű. Az új Bibliát ismételte még egyszer változatlanul, nyugalommal. Holló János. S magyarázólag hozzátette a magyar bibliát, a miénket. Azok hárman újra összenéztek, aztán az esperes hátradőlt a recsegő széken, két kezét türelmesen összefogta a hasán, és nagyot sóhajtott. Hát, magyarázza meg ezt nekünk. Tiszteletes Úr! Ezt a bizonyos Bibliát mivel, hogy éppen evéget jöttünk, és János pap magyarázni kezdett. Széles, alaposan kifejtette az okokat, melyek kényszerítették, hogy ebbe a munkába belefogjon. Kiszínezte a különbséget a magyar lélek és a zsidó lélek között, kiszínezte a különbséget a két nép életkörülményei között, s hogy mi az, ami az egyiknek jó volt, s a másiknak nem az, ami az egyiknek hasznos igazság volt kétezer évvel ezelőtt, a másiknak azonban kártékony igazság mai helyzetében. Szélesen mély bölcsességgel fejezte ki ezeket, közben izgalomba jött, föl alá járt a szűk kis szobában, néha föllapozta a papírosokat és olvasott belőlük valósággal, lázba jött a gondolataitól. Mert merő ostobaság, ha én azt prédikálom ma a népemnek, hogy aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, ostobaság ez és öngyilkosság nagy tiszteletű uraim, mert ezt a népet itt kővel dobja ma mindenki, s ha az utolsó kenyerét is kiadja kezéből, akkor vérét veszik az idegen gazok, s a magyar nép lesz ezen a földön a ma húsvéti bárány, akinek nem lészen föltámadása több. S hazugság, ha azt ném, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vész el, mert ez a föld fegyvernek és vérnek a földje, ezer esztendő óta. Kezünkből a fegyvert véglegesen kicsavarni semmi hatalom nem tudta még, de ha maguktól engedjük el a fegyvert, akkor kihull a kezünkből, s védtelenebbek leszünk ama, egyiptomi búzavetésnél is, melynek kalászait barmok legelik, hogy ne teremhessen magot az úrnak dicsőségére. Barmok legelnek bennünket, nagy tiszteletű esperes úr, gonosságnak és gyűlölködésnek barmai, s ellenünkben a szeretet, ha nincs furkos bot a kezében. Olá! tót, rác, cse, sváb. Mind ebben az akolban akar kövérre hízni. És bizony, a jó pásztor ma új és célszerűbb törvényt kell szabjon magának a pásztorláshoz, ha menteni akarja a rábízott nyájat. Hallgatták a nagy tiszteletű urak a dobói papot, Hallgatták, s arcuk egyre sötétebb lett, fejük egyre lejjebb hajlott. Pogány beszéd volt, ami fülüket érte, keservesen pogány. De felháborítóan igaz beszéd volt, sajnos, minden pogánysága mellett. Érezték, tudták bent a lelkükben, igazat kellett adjanak neki. Bent, mélyen, ahol az anya szent egyház minden embert egyforma szemmel néző nevelése alatt, még mindig pogányok. Magyarok voltak ők is, mert jó magyarok voltak mind a hárman. Családjuk volt otthon, szorgos kezű házias feleségük és gyermekeik, virgont csintalan gyerekek, akik szívesebben hallgat, 48-as nagyapák meséit a vörös mint a zsidó próféták bajlódásait. Olló János elfáradt a beszédben, és elhallgatott. Állt a szekrény mellett, kezében az új magyar biblia teleért lapjaival, nézett maga elé távol balátó keserű arccal, aztán sóhajtott, s a papírcsomót visszatette az asztalra. Hát, ezt vállaltam én nagy tiszteletű uraim, s végeztem gyarló emberi erőm s lelkem szerint való igaz hitem szerint. Csak terpeszkedett végig a szobában. A három vették nem mert egymásra nézni, csak a padlót bámulták sokáig. Aztán az esperes lassan fölemelte a fejét, sóhajtott egyet ő is, és a papra nézett. Tiszteletes úr! Szép és jó munkát végzett, mondta halk, dörmögő hangon, s mi azért jöttünk, hogy megdicsérjük érte, mint magyarok. Mint papok azonban azt javaljuk, kérje, tiszteletes úr, a nyugdíjasztatását. Olló János fölemelte a fejét, s az esperese nézett. Az esperes pedig reá. S ráemelte a szemét a másik kettő is. Így nézték egymást néhány pillanatig. Aztán a dobói pap lehajtotta a fejét, s halkan fáradtan, kicsit keserűen mondotta. Megértettem a szót. Nagy tisztelet, uram. Aztán az ajtóhoz ment és a rikkantott Gergőbá után, hogy tegyen tüzet a vendégszobába, s fusson Mári nénihez, mert vacsora kell. A három főpap bent a szobában összenézett, Szótlanul. Aztán szinte egyszerre sóhajtott mind a három. Kár érte. Kár. Kár. Kint beszéd hallatszott. Gergő, Bádörmögő dörmögő hangjas, egy asszonyhang, izgatott síró. Aztán a pap hangjas, megint az asszonyé, aztán csönd. Egy idő múlva bejött a pap. Az ajtót lassan betette, néhányat lépett előre, és a szkoba közepén megállt. Arca furcsa volt, megilletődött, ünnepélyes, és nagyon keserű. Most már, kezdte különösereket hangon, és nem nézett egyikre sem, hanem föl, a mennyezet gerendáira nézett, most már igazán csak az Úristen. Ha ügyel az én magyarjaimra, más senki többet. Ma délután meghalt a nemzetes asszony. Magyarok istene, vedd irgalmatba azokat, akik munkálták a te népednek igazán.